a FIFO, LIFO és FEFO elvek és érvényesítésük. A tárolási rendszerek kialakításánál a kitárolási sorrend kényszer lehet döntő. Ezek az elvek a következők. Lehet FIFO elv, LIFO elv, FEFO elv, LOFO elv és HIFO elv. FIFO elv. Ez a raktározási elv akkor javasolt, ha egy adott fajta árucikket kell tárolni. És emellett biztosítani kell, hogy mindig a korábban elsőként elhelyezett egység legyen először kivehető. Alkalmas az áruk optimalizált előkészítéséhez, gyártásban és szerelésben, illetve azon iparákban, melyekben lényeges az olyan tényező figyelembevétele, mint például az élelmiszerek minőségmegőrzési ideje. LIFO elv, last in first out más néven. Az rendszerbe utoljára behelyezett árukat kell elsőként kivenni. A LIFO elvet többnyire hosszabb állási idő és olyan árucik esetén alkalmazzák, amelyeket nagyobb darabszámba kell raktározni. Ez a fajta raktározás a blokk raktározás hatékony alternatíváját jelenti, és különösen az érzékeny áruk kímélő raktározására kiválóan alkalmas. Itt a listán nem láthatjuk, de van az úgynevezett FEFO elv. A FEFO el nem más, mint a First Explained, First Out ez az elv az árucikkek lejárati idején alapul, méghozzá olyan módon működik, hogy az a termék kerül ki először a raktárból, amelynek leghamarabb jár le a szavatossági ideje. Ez az elv egy élelmiszer raktárban igen fontos a megfelelő minőség megtartásához. Tehát a FEFO elvet főként az élelmiszer raktárak alkalmazzák. Hiszen ott fontos, hogy az a termék kerüljön ki legelőször a raktárból, amelynek leghamarabb jár le a szabatossági ideje. Azon belül, amit itt láthatunk a listán, van még Lofo elv, tehát a Low First Out, az elv, az árucik az értéktől függően kerül kiszolgálásra, vagyis Ennél az elvnél az az árucik kerül ki legelsőként, amelyet a legalacsonyabb áron szereztek be. És akkor még van még a hifó elv. Ez nem más, mint a lofo elvnek a fordítotja, vagyis itt az árucikkerül, az az árucik kerül kiszolgálásra a raktárból, amelyet a legmagasabb áron szereztek be és nagyjából ezt a fifo, lifo, fefo, lofó lofo és hifo elveket szerintem sikerült átbeszélnünk részletesen. Úgyhogy sziasztok, további jó tanulást!